Magyarország kormánya rendre egyre szigorúbb intézkedéseket vezet be országosan a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzése érdekében, melyekkel összhangban helyben is születnek megelőző intézkedések. Március 14-én szombat délelőtt rendkívüli testületi ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy március 16-a hétfőtől bezárja a püspökladányi óvodákat és a bölcsődét, tájékoztatta a televíziónkat Tóth Lajos polgármester. Legutóbb péntek reggel sikerült szót váltanunk a koronavírus helyzet kapcsán. Időközben kormánybejelentés történt péntek este, ezzel kapcsolatosan szombat reggel összehívtam a képviselőtestületünket is soron kívüli ülésre 10 órára. Ott megvitattuk a kialakult helyzetet, jelen voltak városunk intézményvezetői, hivatalvezető munkatársai és a képviselőtestület tagjain kívül, és arra a döntésre jutottunk, hogy mai naptól, most hétfő délután van, szüneteltetjük az óvodai ellátást. Arra kértünk mindenkit, hogy lehető szerint gyerekek maradjanak otthon, és lehető szerint a szülők gondoskodjanak a otthoni ellátásokról, illetve otthoni felügyeletükről. Reggel értékeltük a helyzetet, azt tapasztaltuk, hogy a szülők felelősség teljesen értelmezték a szombati döntéseinket, a képviselőtestület döntését. Ez azt jelenti, hogy azt jelentette, hogy tulajdonképpen egyetlen szülő sem vitte óvodába gyerekét, mert érzékelik a helyzet súlyosságát, illetve a megelőzés minden fölötti fontosságát. Azt érzékeljük, hogy iskolában is nagyon minimális volt a megjelenés. Iskolák egyébként is a digitális oktatás tartalmi kialakítással vannak elfoglalva. Egyelőre nem volt jelzés iskolák részéről hivatalunk irányába, bár nem is mi vagyunk a fenntartók. A tegnapi nap folyamán újabb megelőző intézkedések születtek Püspökladányban. Hétfőn bezárt a művelődési központ, az ifjúsági ház, a könyvtár, a múzeum, illetve a sportcsarnok. A mai naptól, tehát március 17-től pedig a városi gyógy- és strandfürdő sem nyit ki, valamint 17-től a város játszótereit sem lehet használni. Tóth Lajos leszögezte, mindezen intézkedések a megelőzést szolgálják, egyelőre továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy Püspökladányban. Mi a legelve a fertőzés továbbterjedésének megelőzésére tett korábbi intézkedéseinket, illetve azt súlyosbítva, szigorítva, úgy döntöttünk, hogy még további intézményeket zárunk be. Sor került a művelési központ, a könyvtár, múzeum, sportcsarnok bezárására, illetve konzultálva pillanatnyi állapotokról, holnaptól kezdve a gyógy- és strandfürdőnk is bezárásra kerül, valamint holnaptól igyekszünk a játszóterénket is zárva tartani. Cél az, hogy a lehető szerint minden eszközzel megelőzésre koncentráljunk, és próbáljuk meg esetleges fertőzés továbbterjedését megakadályozni. Egyelőre nincs Püspökladányban tudomásunk arról, hogy fertőzött lenne körülöttünk, bár ismerve a betegség lappangás idejét, ez nem zárható ki. Tehát minden intézkedésünk a megelőzésre, a esetleges szigorítások irányában hat, abból a megfontolásból, hogy próbáljunk elébe menni a helyzet súlyosbodásának. A jelenleg érvényben lévő intézkedésekről a polgármester tájékoztatót adott ki, amely Püspökladány város hivatalos honlapján, illetve a Ladány Televízió és Püspökladányi Hírek, valamint Tóth Lajos polgármester Püspökladány Facebook oldalakon egyaránt megtalálható. Tájékoztatót adtam ki, amely Facebook oldalon, illetve felületeinken is megjelent, abban konkrét részletesebb tájékoztatást is adunk arról, hogy egyes hivatalink hogyan működnek. Polgármesteri hivatalok múlt héten kialakult rendszerint fog tovább, illetve működik tovább, magyarán mondva a digitális csatornán keresztül ügyfélfogadás teljes munkarendben folyik. A személyes megjelenést próbáljuk korlátozni azáltal, hogy a hivatal ügyfélterében helyezett nyomtatványokkal közvetett módon tudnak a ügyfeleink a ügyintézőink irányába fordulni. Magyarán mondva a szerdán bevezetett kis ládikós rendszerrel a jelzéseket, bejelentéseket veszük, és a ügyintézés így közvetett módon folyamatos. Arról értesültem, hogy más helyi intézmények is próbálják a szűkített ügyintézést, illetve a esetleges fertőzés
fertőzés terjedését korlátozni. A rendelőintézetünkben, aki szintén a saját Facebook oldalán pontos részekről tájékoztat, illetve hónapnak és véletlenül fog tájékoztatást adni, azt az információt kaptam, hogy csak a legszükségesebb esetekben látják el a betegeket. Figyelmeztetnek mindenkit arra, hogy lehetőség szerint mindenkitől adott távolságot tartson. Ugyanezt a információt kaptam a kormányhivatalunktól, a postai szolgáltatásoknál is azt az információt kaptam, hogy próbálják a csoportos megjelenéseket kerülni, illetve korlátozzák egy időben az ügyféltérben megforduló személyek számát, tehát arra kérül mindenkit, hogy türelmesen várakozzon ezen szolgáltatások igénybevételénél, csak a legszükségesebb szolgáltatások irányába induljanak el, alapvető szabály lehetőség szerint mindenki maradjon otthon, lehet, hogy kerüljük még a kis csoportos találkozásokat is, csak a legszűkebb környezetben érintkezünk a környezetünkkel. Ezzel talán legtöbbet tudjuk tenni az esetleges megjelenő fertőzés továbbterjedése kapcsán. Lehetőség szerint mindenki maradjon otthon, mondta a polgármester, majd hozzátette, különösen igaz ez az idősekre, hiszen ők azok, akik a fertőzés által leginkább veszélyeztetettek. A sajtóban is kellőképpen hangsúlyozzák, hogy a koronavírus által leginkább a idős korosztály veszélyeztetett. Én nagy tisztelettel arra kérném a idősebb korosztály tagjait, hogy lehetőség szerint tartózkodjanak otthon. Ha segítségre szorulnak valamilyen szinten, akár bevásárlás, akár más ügyintézés, akkor lehetőség szerint a családtagjaik vagy közvetlen környezetükben segítőik hagyatkozzanak, tehát lehet, hogy ne érintkezzenek, ne forduljanak meg olyan helyeken, ahol fertőzést kaphatnak, illetve ne érintkezzenek idegen személyekkel. Arra kérjük őket, hogy közterületeken a lehető legminimálisabban mozogjanak. Mai nap erre külön intézkedtem, hogy tájékoztassuk ezen korosztály, tehát idős korosztály tagjait, hogy ők fokozottan tartózkodjak minden nevű kontaktól. Tóth Lajos elmondta, a helyben hozott intézkedések szinkronban vannak a kormány által hozott döntésekkel, illetve azokra a lehető leggyorsabban reagálnak. Igyekszik mindenki figyelme kísérni természetesen a felsőbb szintű utasításokat, folyamatosan nyomon követjük az operatív törzs, illetve a kormány intézkedéseit, illetve ajánlásait, mindezek után pedig vannak olyan területek, amelyet a helyi önkormányzati hatáskörébe utalnak a felsőbb szintű jogszabályok. Ezekben igyekszünk a helyi sajátos mentén lehetőség szerint olyan szigorú eljárásrendet követni és ajánlásokat vagy utasításokat elrendelni, amelyek a fertőzés megjelenését, továbbterjedését lehetőség szerint a leghatékonyabb mértékben korlátozzák. A polgármester nyomatékosította, egyelőre Püspökladányban nincs koronavírussal fertőzött beteg, az intézkedések pedig azt a célt szolgálják, hogy ez a jövőben is így maradjon. Püspökladányban jelenleg sem tudunk vírusfertőzött szeméről. Új információ, hogy a ANTS irányából, illetve a járási hivatal irányából jelzéset kaptunk úgynevezett házi karantén elrendelésére. Három ilyen jelzés van, ezzel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtettük. Ez azt jelenti, hogy ezen személyek otthon kell, hogy tartózkodjanak, nem érintkezhetnek más személlyel, nem hagyhatják el otthonaikat, és tartózkodjon mindenki attól, hogy velük kontaktba lépjen. Ez nem azt jelenti, hogy ők fertőzöttek, de veszélye fennáll, hogy esetleg fertőződhettek korábban. Tehát három ilyen szeméről tudunk, egyelőre többről nem. Folyamatosan tartjuk kapcsolatot a kormányhivatal, a járási hivatallal, illetve az ANTS-szel. Bízunk benne, hogy ezek a elrendelt intézkedések is a megelőzés hatékonyságát szolgálják. Mivel a koronavírus járvány közösségben terjed a leggyorsabban, a kormány komoly, a csoportosulásokat korlátozó intézkedéseket léptetett életbe a vendéglátóhelyekre, üzletekre vonatkozóan. Tilos a rendezvények szervezése, a mozik és más kulturális intézmények látogatása. Mindezek mellett nagyon fontos intézkedés, hogy mától csak a magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére. A koronavírussal kapcsolatban meghozott kormányzati döntések és minden egyéb hasznos információ megtalálható a koronavírus.gov.hu weboldalon. Mindezekkel összefüggésben a következőkben megpróbálunk egy átfogó képet adni a jelenleg Püspökladányban érvényes döntésekről.
A püspöklerányi közös önkormányzati hivatal püspöklerányi kirendeltsége közvetett ügyfélfogadás működtetésével biztosítja a zavartalan ügyintézést. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek és az ügyintézők közvetlenül nem érintkeznek. A hivatalba érkező ügyfelek részére a nyomtatványok, igénylőlapok rendelkezésre állnak. A kitöltést követően pedig a kihelyezett ládákba bedobva benyújthatóak. Ezen felül az ügyintézők telefonon, valamint az elektronikus felületeken keresztül is az ügyfelek rendelkezésére állnak. A hivatal szervezeti egységeinek teljes listája és elérhetősége megtalálható a www.püspöklerány.hu honlapon. A püspöklerányi óvodák és bölcsődék bezártak. A helyi közép, illetve általános iskolákban a központi döntés értelmében tantermen kívüli digitális munkarend szerint folyik az oktatás, ami azt jelenti, hogy ezek az intézmények szintén nem látogathatók. A püspöklerányi tájékoztató és közművelődési központ, könyvtár, múzeum, ifjúsági ház március 16-ától határozatlan ideig zárva tart. A Sárétkincse püspöklerányi gyógy- és strandfürdő március 17-től határozatlan ideig zárva tart. A püspöklerányi rendelőintézetben március 16-ától a páciensek tervezett egészségügyi ellátása csak akkor kerülhet elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt, tehát életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében kerül sor. Ezek alapján a korábban kiadott előjegyzési időpontok érvényüket vesztik. A szakrendelő kapujában szűrik a betegeket, és működő szakrendelésenként is csak maximum 3 beteg tartózkodhat az épületben. A fülorgégészeti, az urológiai, a foglalkoztatás egészségügyi, a sportorvosi rendelések, valamint a tüdőszűrés határozatlan időre a belgyógyászati egyes szakrendelés március 31-ig szünetel. A püspöklerányi gyermekgyógyászati rendelő megközelítése a Petőfi utcai oldalkapun keresztül lehetséges. Egyszerre 5 ember tartózkodhat a váróban. Ha az ajtó zárva van, a páciensek az ajánlott távolság betartásával várakozzanak. Állandó gyógyszerek felírására telefonon is van lehetőség. A rendelési idő változatlan. A püspöklerányi védőnői szolgálat tájékoztatta a szülőket és a kismamákat, hogy ezen a héten, tehát március 16 és 20-a között a tanácsadások elmaradnak. Munkáltatói utasításra látogatni csak újszülötteket lehetséges, telefonos egyeztetés után. A tanácsadót személyesen nem lehet felkeresni az 54-454-094-es telefonszámon, vagy a ladányvédőnök@gmail.com e-mail címen minden védőnő elérhető. A segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ helyi intézményében a nappali ellátás március 16-ától határozatlan ideig szünetel, de esetükben is folyamatos a kapcsolattartás. A szociális étkeztetés zavartalanul működik. A házi segítségnyújtást a gondozottak változatlanul igénybe vehetik. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetében telefonos ügyintézésre van lehetőség, az idősek bentlakásos otthona esetében pedig látogatási tilalom van érvényben. A debreceni törvényszék közleményben tudatta, rendkívüli ítélkezési szünet lépett életbe március 15-től. A hazai bíróságok a rendkívüli ítélkezési szünet időtartama alatt nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést. A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni. Amennyiben ez nem lehetséges, speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe. A jelenlévőknek egymástól legalább 2 méter távolságra kell tartózkodniuk. A bíróság a jelenlévőket nyilatkoztatja arról, hogy a megelőző 14 napban jártak-e fertőzéssel érintett területen, valamint találkoztak-e fertőzött vagy azzal érintkező személlyel. Amennyiben valószínűsíthető, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, a tárgyalást a bíróság félbeszakíthatja, az érintett személyt elkülönített helyiségbe irányítja, és azonnal értesíti az illetékes hatóságot. A jelenlévő személyek adatait és elérhetőségeit a bíróság regisztrálja és eljuttatja az illetékes szervhez. A halaszthatatlan eljárási cselekményekben megidézett ügyfeleken kívül a bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott, valamint olyan személy léphet, aki a bíróság érdekkörébe tartozó feladatokat lát el.
A bírósági irodák távközlési eszközön vagy elektronikus formában látják el tájékoztatási kötelezettségeiket. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének határozata szerint a személyes ügyfélfogadás minden hazai bíróságon szünetel. A fentiekben elhangzott döntések minden intézmény testület vonatkozásában további intézkedés elrendeléséig szólnak. Ezért fontos, hogy a honlapokon, hivatalos Facebook oldalakon folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, mint ahogyan televíziónk is rendre tájékoztatást ad a legfrissebb döntésekről.